Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM. Benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki szerb-magyar vegyes házasságból született a jugoszláv háború idején, így még egész pici volt, amikor Magyarországra költöztek. Szerb édesanyjának és felmenőinek köszönhetően erős a kötődése, és a kettős kultúrában való nevelődés nyitottságot és merészséget adott neki, még ha voltak nehezen megélhető részei is. Egyetemre már Milánóba járt, majd Londonban dolgozott a bankszektorban. Hamar rájött, azonban egészen más dolgok érdeklik, és ment az érzései után. Kint tanult írást és rendezést, és az egyik kedvenc témáját, a feminizmust, illetve annak extrém módon való megélését és közvetítését, majd ennek következményeit és változásait dolgozza fel készülő filmjében, ahol egy fiatal bloggerlányba elrejtette saját magát is. Vendégem ma este Stepanov Szófia, író-rendező, akit köszöntök. Szia, jó estét kívánok! Szia, sziasztok! Próbálgattam így rád keresni, hogy mit tudnék még én ilyen információt kinyerni valahogy a világhálóról, és viszonylag keveset találtam, és ezt annak tudom be, hogy valószínűleg azért, mert hogy még az elején vagy a dolgaidnak, miközben mégsem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mindent tőled fogunk megtudni, és te fogod nekem azt elmesélni, vagy nekünk elmesélni, hogy hogyan is van az, hogy 25 évesen egy író-rendezői pályára lépve neked már a fejedben valami megvan, és tulajdonképp félkész is, hiszen a filmed, amiről majd hosszabban is beszélünk, az félkész. Kezdem így előről. Belgrádban születtem, már 2 hónaposan átjöttünk ide Budapestre, mert 93-ban születtem, amikor ott éppen folyt Jugoszláviában a háború, és nehéz volt pénzt keresni. Úgy nézett ki, mondták, mesélték a szüleim, hogy reggel kapnának egy fizetést, és este már semmit nem érne, mert kenyeret se lehetett belőle venni. Szóval ezért már 2 hónaposan úgy döntöttek, hogy átjövünk ide, és itt is nőttem fel. De a kötődéseid, tehát vér szerint szerb? Félig vagy szerb, félig magyar. Apa még hát ilyen félig magyar, félig szerb, de itt Magyarországon nőtt fel, és még akkoriban jó ötletnek tűnt kimenni Jugoszláviába egyetemre, és csak közben ugye kiment, közben itt rendszerváltás lett, ott pedig kitört a háború, és megismerkedett anyával az egyetemen, és úgy döntöttek, hogy akkor visszajönnek. És édesanyád szerb. Igen. Uh-huh. Szóval itt nőttem fel, itt szerb iskolába jártam 8 éven keresztül, és utána pedig egy magyar gimibe, és nagyon érdekelt mindig a színészet. Én kiskoromban mindig azt hittem, hogy én színésznő szeretnék lenni, ez lesz majd a foglalkozásom, és csomót szinkronizáltam is szerb nyelven, mert akkor még továbbra sem szinkronizálnak, ott mindent feliratoznak, de ilyen rajzfilmeket mégis gyerekeknek. Uh-huh. Kicsit kemény, ugye csak angolul vagy más nyelven hallgatni. És amikor egyetemet kellett választani, úgy döntöttem, hogy mégis legyen a közgáz. Mindig szerettem a matekot, úgy döntöttem, hogy inkább egy ilyen biztos pályát választok, és kimentem Milánóba egy angol nyelvű egyetemre ott, és hát marha jó volt, imádtam közgázt tanulni, imádtam az elméleteket, meg a politikát, meg mindent, csak amikor elkezdtem dolgozni, rájöttem, hogy ez valójában nem annyira érdekel. Elméletben, igen, de gyakorlatban. Ilyen tök jó, hogy szociológia, meg a politika, meg közgáz, imádtam őket így tanulni, de utána egy bankban helyezkedtem el, kiköltöztem Londonba, és az volt az életem legrosszabb 6 hónapja. Nagyon nem találtam meg magam a munkában, egy befektetési bankban voltam, reggel 9-től kb. Éjszaka 3-ig minden nap, és eléggé ilyen ijesztő világképet vázoltak fel nekem, és nagyon éreztem, hogy ez nem az a pálya, ami nekem való. És valójában ott a minden szabadidőmben állandóan filmeket néztem, meg YouTube-on valamilyen trélereket, meg filmekről olvastam, és rájöttem, hogy jó, mi lenne, ha megpróbálnám azt, ami amúgy tényleg érdekel. Beiratkoztam egy mesterképzésre, mert írás rendezés kapcsolatos, ott kint Londonban, közben a párommal visszaköltöztünk Olaszországba, és hát így elég függetlenül, de elkezdtem kisfilmeket
csinálni. Na hát ugye azzal kezdtem, hogy elég fiatal vagy, és én most is azt gondolom, hogy ez egy viszonylag rövid mögötted lévő út, és mennyi mindent megéltél, kezdve akár onnan, hogy egy ilyen vegyes házasságból származol, és ahogy te is mondtad, egy ilyen traumatizált világból jöttetek Magyarországra. Hogyha egy picikét vissza lehet menni, hogy az érdeklődésnek az elejét felfejtsük mondjuk, akkor emlékszel te arra, hogy félig szerbként, de hogy mondjam, tehát amikor az édesanyád szerb, akkor azt gondolom, hogy anyanyelv szerb, innentől kezdve. Tehát valahogy azt gondolom, hogy ez a kötődés, nem mintha az édesapa nem lenne olyan fontos, dehogy nem, de hogy a kötődés mégiscsak nagyon erős, szerintem. Igen, nagyon erős. Valójában ki is hagytam, hogy amikor 16 éves voltam, a szüleim kiköltöztek Montenegróba, és azóta ott is laknak, amit észrevettem, sokan nem tudják, de ugyanazt a nyelvet, szóval montenegrói is szerbül beszélünk. Hogyne. És én is kint éltem egy évet, és... Tehát akkor jó, akkor próbáltam visszaszedni. Akkor Belgrádban születtél, Budapesten éltél és jártál gimibe, akkor utána éltél valamennyit Montenegróba, akkor aztán Olaszország, London, újra Olaszország, és most itt élsz egyébként, vagy csak vendégszerepelsz? Hát ide jöttem leforgatni a kisjátékfilmemet, szóval itt vagyok már 3 hónapja, lehet, hogy még maradok egy picit, amíg befejezzük. Itt tartózkodsz. Igen, most éppen itt tartózkodom. Jó, tehát hogy ebben a vegyességben, meg ebben a kötődésben mégis azt érzem, hogy a sok kötődés hozza meg azt, hogy az ember mégis nyitott tud lenni a világra. Abszolút. Én nagyon kötődöm hát nevezzük szerb, de talán ex-jugoszláv kultúrához. Nagyon szeretem, én nagyon szeretem azokat a népeket, az ex-jugoszláv. Egyébként nagyszülők? Hát a nagyszüleim, a nagymamám magyar, az egyetlen valójában magyar vonal az, a családban. Az édesapád anyukája. Igen. Hoppa. És akkor a nagypapám, az ő férje pedig magyarországi szerb. Ők már azt hiszem 1600-as évek óta itt vannak, de... meglepő módon megtartották a nyelvet, a kultúrát, persze teljesen asszimilálódtak, szóval nyilván beszélnek magyarul, meg így élnek, de hogy ott belül, meg a kis közösségben megvan. Aha. Azért ez jó. Igen. Nagyon nehéz állítólag megtartani. Igen, nagyon nehéz, de én nagyon örülök, hogy ez megtörtént, mert ismerek rengeteg valójában hasonló szituációban született gyereket, akinek mondjuk a szülei meg se tanították azt a nyelvet, ahonnan jöttek. Ez szerintem tök rossz, mert értem, hogy most azt mondják, hogy jó, úgyis ott nőnek majd fel, de az, hogy egy extra nyelvet beszélsz, és egy extra ilyen világot megnyitnak feléd, ez csak jó lehet végül. Én tényleg így állok hozzá. Szóval nekem... Plusz egy ember, mert azt mondják az emberen belül, annyi ember vagy, amennyi nyelvet tudsz beszélni. Persze. Tudod, tök jó, most lemegyek Horvátországba, Montenegróba, akárhol beszélem a nyelvet, olyan, hogy otthon lennék így akárhol valójában ezekben az országokban. És... hát igen, utána ugye London az iszonyú vegyes, ott minden honnan jönnek emberek. Olaszország nem annyira, de az olaszok nagyon jó fejek, szóval oda könnyebben lehet illeszkedni, csak nem beszélnek angolul, szóval meg kellett tanulni olaszul elég gyorsan. De még most visszatérve egy picit erre a kötődés dologra, hogy ugye a nagyszülőt kérdeztem, elmondtad az apai nagyszülőket, de az anyai nagyszülők, ők te szerbek. Igen. És a gyerekkorból neked, ők ott voltak, és gyerekkorból neked akkor meg volt ez a ott töltöm a nyarakat? Aha, igen, abszolút. Anyukám egy hegyen született, így körülbelül semmi közepén. Emlékszem, amikor kimennénk, szóval utak sem voltak, meg ha tejet szerettél, ott volt a tehén a szomszédban, szóval ilyen nagyon-nagyon izolálva, és mindig oda mennénk ilyen pár hétre, amikor gyerek voltam, és imádtam, mert ott volt csomó gyerek, lehetett mindenfélet játszani, rohangálni, sétálni, gombát szedni. Meg voltam egy másik világ. Igen, az imádtam. És mellette meg a nagyvárosi. És itt az, hogy szerb iskolába jártál, ez azért volt, hogy finoman és puhán vezessenek be téged abba, hogy ezt a magyar nyelvet is tud meg. Mert ugye ezt akkor, ha jól gondolom, édesapától tanultad, illetve apai nagyszülőktől. Hát mivel itt éltem, eleinte elküldtek egy magyar oviba, ami borzasztó volt, szóval szerintem a legrosszabb élményeim onnan származnak, mert akkor még nem beszéltem magyarul, és hogy gyerekek hihetetlen gonoszak tudnak lenni, akkor tanultam meg valójában, hogy így más voltam, és emiatt így annak is tekintettek, és nem értettem, hogy mi történik így az első pár évben, és utána megtanultam magyarul. Szóval ott
tanultam meg végül is magyarul. Ez is milyen érdekes, mert hogy tudod, azt is mondják, hogyha összeraksz egy csomó kisgyereket, akik nem beszélik egymás nyelvét, de berakod őket a homokhozóba, biztos, hogy felépítik azt a várat, amit ők együtt akarnak. Mert hogy elutasítgatják egymást, persze, ugye, mert a kommunikációval, mozdulatokkal. De közben ez is van, amit te is mondasz, hogy annyira idegen, annyira más, ezért nem fogadjuk be. Igen, igen. Hát szerintem itt az volt, hogy nem, ugye nem vegyes volt, nem egy-egy gyerek, hanem ott volt rengeteg gyerek, aki beszélte ugyanazt a nyelvet, és ott voltam én, akivel egy kívülálló. Igen. Mi nyilván voltak nagyon kedves gyerekek is, csak azok, akik úgy nem akartak azok lenni, azok hangosabbak voltak. És akkor így, nem tudom, meggyőzték a többieket, hogy viselkedj gyerekük. És rossz emlék. Ennyire megmaradt. Aha, az nagyon megmaradt. És kiderült, hogy szülőm nem is tudták, mert sose panaszkodtam. Úgy mindig úgy voltam vele, hogy majd én megoldom. De nagyon, erre nagyon emlékszem, igen. És utána mondjuk tiszta felüdülés volt elmenni az iskolába, a szerb iskolába. Ott is rengeteg magyar volt, szóval keveredtünk, beszéltünk magyarul is, meg szerbül is. Az azért volt valójában fontos, hogy megmaradjon mindkét nyelv. Tudod, azt mondják, hogy ezek a gyerekkori élmények bevésődnek, és aztán később, amikor jön egy helyzet, vagy egy szituáció, akkor az ott tanult védekezési mechanizmust előrántod. És milyen érdekes, hogy ehhez képest te mégiscsak bevállalod, hogy mész idegenként, ha így vesszük, más-más országokba. Tehát, hogy nincs az benned, hogy mi van, ha megtörténik megint az, hogy nem vesznek olyan emberszámba, vagy kitaszítanak, vagy egy kicsit nehezebb. Hát szerintem ez nagy hatással volt rám, ami nem is gondoltam volna, vagy az ember nem gondolja, amikor nő fel, hogy ez így ennyire megmarad. De például, hogy visszaemlékezve, mindig ilyen kis, vagy egy barátnőm volt, vagy ilyen kis csoportokban voltam, talán azért, mert nem éreztem magam komfortosan ilyen nagyobb csoportban, mert nem voltam biztos, hogy beleillenék. Nem voltam biztos, hogy elfogadni. Hát valójában az egyetem volt az első, ahol ilyen újra egy nagy csoportba keveredtem, és nagyon jó volt. Szóval talán ez így megtörte ezt a jeget, ami volt bennem elég sokáig emiatt. Hát legalábbis biztos, hogy oldotta, de közben tudod, nagyon érdekes, mert hogy azért akartam vájkálni ennyit abban, hogy honnan jöttél, milyen a felfogásod, mert hogy a film, amit rendezel, és ami majd egyszer csak feltétlen vászonra kerül, annak a címe az antifeminista, és a címével ellentétben nem egy antifeminista film, hanem sokkal inkább a feminizmus extrém formái ellen felszólaló, enyhén szatirikus történetnek van apostrofálva, de hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi vezet arra egy 25 éves lányt, hogy egy ilyen témába, illetve egy ilyen témán belül is az extrém kiugrásokat mutassa meg, illetve azt, hogy az extrém kiugrások nem biztos, hogy mindig előre visznek. És most egy picit azt érzem, hogy a saját életedben volt egy ilyen kiugrós történet, és utána pedig a további életedben próbálod megoldani ezt, hogy ahogy te is mondtad, hogy majd én megoldom. Ez is már önmagában nem egy olyan személyiségjegy, amikor nem fogadunk el másnak segítségét, amikor... Elég önfejűen, igen. Hát igen, de hogy közben meg nem pejoratívan akarnám, azért keresem a jó szót rá, hogy több terhet cipelsz adott esetben, mint amennyit kellene. És hogy ez egy kicsit lehet, hogy egy tükör is, de igen, lehet, hogy tök rossz úton vagyok. Hát van benne igazság valójában, eléggé ilyen, gondolom, ilyen a személyiségem is, de ki is alakult, hogy eléggé önfejűen megyek előrefele, meg van a gondolatmenetem, ami vagy jó, vagy rossz, ez majd így kiderül, meg változhat, persze. Hát reagálsz magadra aztán. Persze, majd. De hát a filmben van szerintem elég sok én vagyok a karakterben, nyilván ez így megszokott. Innentől ebből a 10 percből most azt én is kiderítettem, hogy a leírások alapján az elég sok olyan van, ami, hogy te képviselni akarod magadat, az erődet, amit elértél, a módszereidet, ugyanakkor szeretnél reagálni erre, és bizonyos szempontból csitítgatni a dolgokat. Nekem persze, abszolút így jön le. Aha, és nekem ez fontos is, mondjuk a filmben fontos is volt, mert a karakter maga átmegy egy, hát nem feltétlenül személyiségváltozáson, de meggondolja a világképeit valaki. Sose rossz. Igen, és nyilván én is voltam ilyen szituációban, meg sok ember van ilyen szituációban, és pont ezt egy ilyen lányt akartam bemutatni, nagyon önfejű, nagyon ambiciózus, nagyon megy előrefele,
a filmben ugye egy blogger, szóval nagyon sokan követik, szóval még valójában emiatt a kép miatt el is hiszi, hogy az, amit van ő egy mond, az egyetlen igazság. És egy élmény után, ami nagyon rosszul érinti, egy kávézóban, ahol összeveszik egy baristával, akinek nem tetszik az, amiről ő ír. Szóval ebben azt mondja, hogy túltolt, átesett a ló túloldalára, és hogy a férfiak nem, szóval nem csak a férfiak hibásak azért, hogy a nőknek, nem tudom, ez a helyzet a világban ma, ami. És hazamegy, és elkezd, látszik, hogy szeretne írni valamit, de nem megy neki, kicsit úgy szenved ezzel az egésszel, és akkor ott el is alszik, de valójában ez sosem derül ki, hogy most ez álom volt, vagy nem. Valóság. De bekerül egy ilyen, hát nevezhetjük anti-utópiának, de belekerül egy ilyen nagyon álomszerű, rémálomszerű élménybe egy kastélyban, ahol csak nők vannak. Egy kicsit olyan, ha ismeritek az Eyes Wide Shut-ot, ahol csak ilyen öltönyös férfiak vannak, és Tom Cruise besétel egy ilyen kastélyba, és az összes nő pedig mesztelen, és ki lehet őket használni, hát ezt így megfordítottuk. Szóval ott van egy csomó csaj, és a férfiak, ott vannak, pedig félmesztelenek, és ki lehet őket használni. Szóval bekerül egy ilyen világba, ami eleinte még imponál is neki, azt mondja, tök jó, de így egyre jobban keveredik bele szituációkba, megy szobáról szobára, tök más élményekkel találkozik. Elkezdi átgondolni, hogy ezért lehet, hogy ez túl sok. Lehet, hogy az, hogy kijelentjük, hogy minden, hát nyilván szatíra meg el van tolva vagy extrémbe, de hogy mindenért a férfiakat hibáztatják itt valójában, az nem feltétlenül a jó iránya a feminizmusnak. És ezzel nem feltétlenül fogunk egy jobb világot csinálni, csak egy elég mérges világot. És valójában ő megtalálja önmagát ezekben a szobákban, hogy ő maga is így gondolt, és ő maga is ezeket írta, de amikor meglátja élőben az, hogy néz ki, ha megtörténik, hogy valósággá válik, akkor ezt ijesztőnek találja. És hát most nem lövöm le az egész filmet, de a lényeg az, hogy a film végén pedig látjuk, hogy egy teljesen sokkal jobban kiegyensúlyozott világképe lesz az egészről, és sokkal jobban egy balanszot próbál találni a férfiak meg a nők között. Ez egy jelenfejlődés, tehát fejlődésregény ilyen értelemben. Igen. Abszolút. Amire egyébként érdekes, hogy mostanában sokszor van erről szó, de hogy erre szükség van, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy arról beszéljünk, hogy az, hogyha egy ember tegnap így gondolkodott, holnap meg úgy, az nem biztos, hogy köpönyegforgatás, hanem az lehet egy reakció önmagadra. Persze. És egyszer valaki nekem azt mondta, hogy ha nem változnánk, az azt jelenti, hogy nem reagálunk a minket körülvevő világra. Tehát egész egyszerűen ez egy megkövült állapot. Abszolút. Forog a föld, te pedig benne vagy a mozdulatlanságba. Persze. A probléma akkor van, amikor ezt a változást nem mérlegeljük, és nem reagálunk a egykori önmagunkra. Ugye, amint ezt megteszed, hogy úgy gondoltam, de ez is ez történt, ami segített nekem abban, hogy másként gondoljam, az a fejlődés. Abszolút. És az jutott eszembe, hogy most mesélted a történetet, hogy abszolút megvan annak a veszélye, főleg ebben a internetes, meg ha akarom, teljesen zárt térben, meg szájbertérben, hogy írok, fotózom, csinálom, kirakom, azzal a reakcióval foglalkozok, amivel akarok, amivel nem, azt, ha akarom, arra rácsukok egy ablakot, letiltom, nem jön be. És hogy itt olyan, mintha az történt volna, hogy ahogy kiment a valóságba, és valaki azt mondta, tehát kritikát mert megfogalmazni, abban a pillanatban ez így szilánkosra törte az ő védelmi rendszerét. Ilyen érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy a blogger ugye otthonról a saját világából kilövi a gondolatait. Igen, hogy online persze szeretik, meg utálják, de ezt tudja kezelni, de amikor igen, meg az, ott egy, az ott az is egy játék. Igen, abszolút, ez nagyon igaz. Ez ugye, egy ilyen játék a telefonodon végül, és az egész világát meg kreálja, az emberek ezt szeretik, vagy nem. Követik ezt a fiktív személyiséget, és igen, amikor kimegy a való világba, és látja, hogy amúgy hogy vannak a dolgok, meg egy rémálomba belemegy, hogy meglássa a valóságot valójában. Tulajdonképpen igen. Na, azt mondd el, hogy ez a fajta megvilágítás, ez a fajta gondolkodás minek hatására jött szerinted neked? Hát, mint mondtam, én nagyon,
nagyon szerettem a közgázt, meg nagyon szerettem az elméleteket. És én mindig azt a részét szerettem, ami valójában nem ilyen iszonyú, mondjuk ilyen nagyon pénzről szólt, hanem mondjuk inkább ilyen, nem tudom magyarul ezt hogy neveznék, public economics, hogy az oktatás mondjuk, meg mondjuk mindenféle, mondjuk az alkohol, vagy a drogok, vagy a prostitúciónak, hogyan, azt egy ország hogyan kéne, hogy kezelje, hogy legális, illegális. Hát ezek tulajdonképpen a társadalmi kérdések. Társadalmi kérdések, leképeződések, egy-egy helyzetet kezelünk-e együtt, nem, különböző csoportok hogyan találják meg a helyüket. Igen, igen, és a feminizmust is egy valójában nem ez nem ugyanez, de igen, annak gondoltam így. És mindig is nagyon érdekelt, és akkor én mentem egyetemre, hát valójában nem akkor kezdődött, de akkor kezdett szerintem egy erős lenni ez a ilyen női csoportok, hogy mondjuk nők a bizniszben, vagy nők a filmben, nők a... És akkor elkezdtek kis csoportokat képezni, és akkor már ugye jártam ilyenekbe, meg tök fontosnak tartottam azt, hogy ugye üzletben sincs annyi nő, főleg mondjuk Olaszországban, vagy ilyen magas pozíciókban. Szóval abszolút fontosnak találtam azt, hogy beszéljünk erről, és hogy igen, mert már egy időben elkezdték ezt százalékosan mérni, hogy igen, melyik igen, szegmensben, igen, hogy ugye van kvóta például igen, az EU-ban politikában. Tenni, ezért, hogy több legyen, vagy hogy mi az oka, hogy nincs ennyi, mert nem mindig, most szeretik azt mondani, azért, mert a férfiak így viselkednek, de valójában nagyon gyakran nem ezért, hanem mondjuk már... Hát a szerepvállalásuk igen, miatt, mert hogy hány szerepe van egy nőnek. Inkább elment gyerekkel foglalkoznánk szülni, egy férfi meg inkább ment előre a karrierjében. Hát a klasszikus. Igen, nyilván ez változik ma, de így szerettem mindennek mondjuk, hogy utána járni. És abszolút mindig mondtam az embereknek, hogy én feminista vagyok, és imádom a feminizmust, és azt vettem észre, hogy telt az idő, hogy az emberek elkezdtek negatívan reagálni erre. Pedig semmit nem mondtam, és nem agresszívan mondtam, csak mondtam, hogy én feminista vagyok, és jaj, te is. Vagy úgy elegük volt egy picit ebből, és elkezdett érdekelni az, hogy miért van az embereknek elege valamiből, ami tök jó, mert de nem lehet, hogy emögött azért van némi tudatlanság? Tehát, hogy ez a szó, ez már egy ilyen szitok szónak elmegy, és akkor azt erről átlag ember gondolhatja, hogy amikor a nők, nem tudom én, nadrágba, a szivarral, a szájukba csipőretet kézzel magyaráznak. Tehát, hogy, de hogy ez azért nem feltétlenül erről szól. Igen, abszolút nem erről tehát szól. Tehát az ideológia, az meg tudják, a megjelenés, igen. Az... Igen? És emlékszem, hogy a hugom, ő 5 évvel fiatalabb, ő most 20 éves, és az ő, nem tudom, ő kis csoportjával lógtam, és valamit megemlítettem szerintem erről a filmről, hogy feminizmus. És akkor egy lány megkérdezte tőlem, hogy gáz, de hogy megkérdezni a feminizmus, az most a egyenjogúság, vagy a férfi gyűlölet, mert most már nem tudja. Uh-huh. És ez annyira meglepő volt nekem, hogy valaki ennyire össze vannak zavarva az emberek, és ezek nem olyan emberek, akik nem, szóval élnek a világban, olvassák az újságot, és ennyire el vannak tévedve, és akkor valójában meg akartam nézni, hogy miért, hogy ennek mi lehet az oka, és azt vettem észre, hogy tényleg léteznek csoportok, egy extrém csoportok, még nem is nevezik magukat extrémnek, akik nyomnak egy elég erős, hát férfi ellenes, ennek is lehet nevezni, de egy elég erős propagandát, ami valójában nem olyan, mintha egy valami szép balansz, vagy egy kiegyensúlyozott világot szeretnék létrehozni, hanem inkább az, hogy a nők mennyire szenvednek, a nők mindig áldozatok, a nőknek, hogy nem van, nincsenek lehetősége, és akkor ezt a és erről mondani. A férfiak tehetnek. Igen, általában. Igen. Tehát, hogy azért itt azt, szerintem itt ez a lényeg, hogy ez a tévképzet. Igen, és az emberek ugye ezt hallják, ugye nem mindenki foglalkozik annyira a témával, mondjuk, mint én, vagy mások, és hallanak ilyen kis részleteket mondjuk az újságból, vagy látják a social médián, és így összeraknak egy képet arra, hogy mi most a feminizmus. És én ezt nagyon szomorúnak találtam, hogy az a szó, hogy feminizmus, ami egy annyira jó dolog, egy ennyire rossz dologgá vált rengeteg ember szemében. És ezért karikíroztad akkor ennyire igen, ki. Tehát igen. Ezért csináltad meg ilyen nagyon erősre igen, a blogot, mármint a filmbeli karakternek a elköteleződését, az összecsattanást, azt, hogyha ahogy kiderüljön, hogyha két szélsőséges gondolkodás
összevág, igen, akkor lehet. És az antifeminista a maga címe a filmnek, az pedig abszolút ironikus, mert a főszereplőnk felszólal ez ellen, hogy ez őrület, ez nem feminizmus, amit ők művelnek, és mivel ő nem akart ebbe beállni, ebbe a csoportba, kikiáltják antifeministának. És ez is nekem egy nagyon fontos része volt a filmnek, mert én is tapasztaltam ilyet, hogy amikor megmertem kérdőjelezni valamit, amit nagyon-nagyon erősen állított valaki, akkor azonnal ki lettem kiáltva, hogy jó, akkor én antifeminista vagyok, én akkor... Azonnal nem... átkerülsz a másik igen, oldalra. Igen, nincsenek színek. Igen. Így van, annyira gyakori, és igen, annyira, hogy mondjam, fárasztó ez. Nagyon, nagyon. És ilyen hihetetlen volt, barátnőmtől is megkapnám, hogy én van egy párom, már 5 éve együtt vagyunk, és... Itthon látom, hogy a barátnőmnek mind van barátja, de ilyen nemzetközi közegben azt mondanám, hogy inkább normális, hogy valaki szingli, mint hogy kapcsolatban van. És én a barátommal tervezem ugye az életemet, meg együtt lakunk, meg ugye kompromisszumokat kötünk, hogy együtt tudjunk lenni, és megkaptam ilyen barátnőmtől, hogy hát igen, mert hát én az egész életemet a pasi köré szervezem, mert hát én elvesztettem az identitásomat, stb. Amikor abszolút nem erről van szó, de az, hogy már valakit én figyelembe vettem magamon kívül, az nekik azt jelenti, már hogy... alárendelődtem. Igen, egy férfinak alárendelődtem. És ez annyira ilyen tök rossz érzés volt olyan emberektől ezt megkapni, aki ugye azt hinné, hogy ilyen nagyon közeli barátod, és érti, hogy miről van szó. Nem érti. Ezt én is megerősíthetem, nem érti. Igen. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM. Én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Stepanov Szófia, író, rendező, aki egyébként fiatal kora ellenére lassan előjön az első filmjével. Első? Nem, meg kisfilmek volt. Igen, volt, láttam én ilyet azért. Pár kisjátékfilmem, ez a leghosszabb kisjátékfilmem, meg a legkomolyabb is. Igen. Azért mondom, hogy emlékszem én, hogy azért láttam a neved mellett filmeket. Szóval, hogy az antifeminista, amiről azt is mondtuk, hogy nem egy antifeminista film, sokkal inkább, viszont azért ilyen provokatív a címe, mert hogy ezt az ideológiát, illetve ennek az ideológiának egy követőjének a változásait, egy fiatal bloggerlánynak a változását mutatja be, illetve azt, hogy a változás által egyébként hogyan tud a helyére kerülni az a nézet, amit ő vall, és az hogyan tud egyensúlyba kerülni, nem eltolódni, mert hogy valahogy ez is egy érdekessége ennek, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy amikor valamit követni kezdünk, akkor nem ritka, hogy extrém szélsőségekbe csúszik az ember. És te azt mondtad, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és úgy látom, hogy az életedben is nagyon fontos neked, hogy ezek a szélsőségek, tehát ne csak fekete vagy fehér legyen valami, hanem lássuk meg a színeket. Igen. És milyen igen, érdekes, pontosan. Ugye pont ezt mondtuk, hogy a te életedben, már származásodból adódóan is, hogy egy vegyes házasságból származol, tehát szerb-magyar kötődésed is van, de hogy annyi helyen jártál már a világba, itt nyilván neked mindenhol meg kellett mutatnod a színeidet, és meg kellett látnod azokat a színeket persze, is. Persze. Nagyon érdekes így országról országba menni, és látni, hogy pedig Európában mozogtam csak, szóval nyilván, ha igen, Európában kimennék, akkor még nagyobb. Igen. De igen. Még Európán belül is. Hát hogy nem? Nagyon-nagyon meglepőek. Országon belül is. Igen. A különbségek. Olaszországban állandóan meglepődöm milyen meglátásaikon, amik itt teljesen abszurdnak gondolná az ember. Például, hogy mikor egy éve körülbelül összeköltöztünk a barátommal, és teljesen kiborultak az emberek, hogy hát mi olyan fiatalok vagyunk. Hát ezt még sokkal későbbre kell hagyni az ilyen komoly kapcsolatokat. És annyira érdekes volt, mert nálunk meg pont a kontrája van, hogy tök jó, akkor azonnal legyetek együtt, házasság, gyerekek, ott meg abszolút 40 éves korig ne is gondolj a gyerekre. Szóval ilyen annyira nagy különbségek vannak, hogy emlékszem, hogy
amikor terveztük az összeköltözést, itthon azt kapnám meg, hogy még mindig nem éltek együtt. Ott meg azt kapnám, már együtt fogtok élni. És így úgy éreztem, hogy senkit nem lehet boldoggá tenni. Ezekbe eligazodni nem könnyű, de hát pont most mondtad, tehát magadat kell. Igen, magadat kell irányítani. És magadnak kell a magad tapasztalatait megteremteni. Jó, ha van benne segítséged, de ugye pont azt mondtad az előző rész végén, hogy azt hinnéd, hogy olyan emberek, akiket te barátaidnak tartasz, közelinek tartasz, kicsit várnád, hogy megértenek. És mi van akkor, amikor nem? Tehát, hogy ezt a fajta nem megértettséget ezt a filmbe beleviszed, mert hogy azért konfliktus itt van. Van. Kicsit én azt látom, hogy így, tudod milyen, mint hogyha egy az eddigi életedet összefoglalnád ebbe a... Hát még van ebben igazság, mert a tehát, mintha egy korszakzárás lenne. Van ilyen? Van ilyen, abszolút. A filmben például ez a barátokról egyébként meg is jelenik. Nehéz. Mert ennek a főszereplő lánynak van egy lakótársa, aki látjuk, hogy egy jó barátnő, egy beszélgetésből kiderül, hogy közeliek. És valójában ez a lány, az nagyon-nagyon szép színésznőt választottunk, egy olyan lányt, aki elhinnéd neki, hogy minden, amit mond, igaz. De mégis, igen, de mégis egy fenntartásai vannak szerintem a nézőnek, mert az elejétől kezdve egy picit furán viselkedik, és magán ebben a kastélyos ugye bulin, vagy estélyen mi látjuk is a lakótársát, szóval látjuk, hogy meg is jelenik ott, de mindig eltűnik, szóval mindig, amikor a főszereplőnk szeretné elérni, eltűnik a lakótárs. És a film végén újra előjön, és sosem tudjuk meg valójában, hogy ő jó vagy rossz karakter, vagy hogy ő vitte bele ebbe az estébe őt, vagy mi is történt pontosan, és hát benne van ez, hogy valaki, akiben ennyire megbízik, mint a lakótársa vagy a barátnője, egyszerűen nem tudjuk eldönteni a végén, hogy most jó vagy rossz karakter, vagy hogy ennyire nem ismerte ki valójában ennyi év alatt a lakótársát. Térjünk rá egy kicsit ennek a fizikai részére. Uh-huh. Tehát az, hogy megvolt a terv, hogy megírtad, hogy a fejedben összeáll, hogy te valamit látni akarsz, az azt gondolom, hogy amíg magadban vagy, nincs túl nagy konfliktus. Tehát ezt te levezetted, ezt szeretnéd. Aztán utána jön a megvalósítás. Ugye jönnek a színészek kiválasztása, a helyszínek, a lerendezni ezt az egészet, megrendezni. Azért mégiscsak a pályád elején vagy. Persze. Hát, mi az, amire azt mondod, hogy na hát tök más, hogy gondoltam? Hát valójában ami a legnehezebb, és szerintem rengeteg filmes ezzel egyetért, pénzt szerezni a filmhez. Igen. Azt nevezném a legkeményebbnek tényleg. Főleg úgy, hogy nem volt olyan referencia munkám, amit fel tudtam mutatni, hogy azt mondják, hogy jó, akkor egy nagyobb összegű összeget, akkor át is utalunk neked. Csináltam rövid filmeket, de azok annyira kis büdzsések voltak, és ez annyira, pedig ez a film, ez a 25 perces kastélyos dráma, pedig annyira nagy büdzsés, hogy hatalmas lyuk volt a kettő között. És emlékszem, eredetileg azon gondolkoztam, hogy Olaszországban forgatom le, mert találtam is egy kastélyt, amit ingyen odaadtak volna, és elmentem ott producerekhez, de mindenki annyira nem voltak nyitottak rá, mert mondták, hogy ez túl drága, és ez irreálisan drága, és nem fogunk rá pénzt találni, és azonnal le is ráztak. És ezután jöttem ugye Budapestre, és találkoztam egy régebbi ismerősömmel, a Bodnár Tündével, aki a film producere is lett. Ő színésznő, de külföldön, vagy azt mondjam, Angliában, Amerikában már azt mondanám, hogy megszokott dolog, hogy a színészek producerek is. És akkor ezzel tudják egy kicsit jobban menedzselni, hogy milyen szerepet kapnak, nincs ennyire kiszolgáltatva ugye a castingoknak. És megkérdeztem, tudtam, hogy volt neki egy üzleti háttere, hogy nem szeretne producerkedni is. És akkor valójában eléggé összenőttünk mi ketten, ő nagyon sokat segített a forgatókönyvnek a utolsó verziójában is, hogy ez olyan legyen, hogy nagyon jó legyen. És valójában együtt elkezdtük keményen nyomni, menni előrefele, pályáztunk Magyarországon, viszont nem kaptunk semmi pénzt, és próbálkoztunk ilyen privát emberekkel, az sem jött be, és amit csináltunk végül, az ilyen közösségi finanszírozási kampány, crowdfunding, az Indiegogo oldalán,
Csináltunk egy videót, egy 3 perces videót, hogy miről is szól ez a film, bemutattuk a kastélyt, meg pár szereplőt. Rábíztátok magatokat a jó indulatra, meg az érdeklődésre. Hát elég sokat kell dolgozni, szóval ez nem úgy működik, hogy te most felrakod, és hát nyilván, csak szóval. Közben tudod, az a, nem tudom, hogy én ilyenkor mit várok, mert ez bármikor, bármilyen filmesnek, vagy bárkinek, aki ugye egy ilyen erősebb és drágább produkciót ki akar kiadni a kezéből, felteszem ezt a kérdést, és akkor itt várok ilyen nagy lelki ízéket, hogy most majd azt mondod, hogy ó, képzeld el, hogy amikor azt a lányt kiválasztottam, és nem tudom, és ezt a jelenetet le akartam, és rájöttem, hogy innen nézve nem is olyan az a folyamat, de ehelyett mindenki ezt mondja. Mindenki el, hogy erről az, beszél. Hát az van, hogy ugye az anyagi rész, az bármi nehéz, meg mocskos, meg nem tudom én mi, de hát hogy anélkül nincs. Anélkül nem lehet semmit csinálni. Ahhoz képest minden egy nyaralás. Kiválasztani a színésznőket, egy nyaralás ahhoz képest, hogy pénzt szerezni, persze. Meg utána benne lenni, akkor ez már nem... Hát... Tehát ez annyira kivasal, hogy utána már csak töltődsz. még a hát nehézségekből. Ez vasalt ki a legjobban, őszintén. Azt a kampányt, hát az a kampány nélkül ez a film nem lett volna. Ott 2 millió forintot szedtünk össze, és ezzel el lehetett indulni. És akkor el is indultunk, és akkor jöttek ugye azok, hogy kiválasztani a színésznőket, és mindent ugye megszervezni, magát a krút összerakni, a helyszíneket megtalálni. Az már tök izgalmas volt. Hát kastélyokat keresni, nagyon vicces volt, emlékszem, hogy kérdeznék tőlem, hogy mit csinálsz? Jaj, dolgozom. Ja, mit csinálsz? Megyek kastélyokat látogatni, és az összes ismerősöm jól van. Kemény lehet a munka. És, de közben meg igen, mert hogy én meg pont erre akarom, és én ezt szeretem, azt gondolom a hallgatókkal így ilyenkor, hogy belehelyezkedni abba, hogy te neked ezt hogy kell látni, hogy hát azért neked funkcionálisan kell nézned egy kastélyt, persze. Hogy akkor a elképzelt jelenetek hogy csinálhatók meg, és akkor itt mondom el, hogy minden elképzelt, aprólékosan kidolgozott jelenetnek is elő fog jönni valami gyermekbetegsége, persze. Amit egyébként akkor is ott kell már megold. Persze, de hát igen, nyilván át kell gondolni, de ez annyira már a kreatív része, hogy az izgalmas inkább, meg az ilyen álmodozás, meg hát amikor mondjuk látod, hogy egy kastély nem annyira jó, de nem mehetsz el azonnal, akkor meg csak körbenézel, és valóban érdekes. Világos. Szóval az tényleg egy nagyon jó része. Meg a castingot én imádom csinálni, próbáltuk, mert a producer maga ugye színésznő is, és ő mondta, hogy ugye rengeteg borzasztó castingon vett már részt, és hogy adott pár tippet is, hogy mit lehetne csinálni, hogy maga a színész, aki bejön, kényelmesebben érezze magát, meg ezt az idegességet, amivel ugye jössz egy castingra, azt le tudja rázni, vetkőzni azonnal. És akkor megpróbáltunk mindenféle ilyen először improvizációs játékokat csinálni, próbáltam én is beleszállni egy picit, és úgy megnyugodtak a színészek, és csak azután adtuk a szöveget a szájukba, és ez tök jól működött. Szóval ez is egy ilyen tök jó élmény volt. Most tartasz valahol, méghozzá ott, hogy le van forgatva egy jelenet híján, és akkor utána jön a vágás. Ami eddig történt, meg ami megvan, azok alapján te hogy érzed magad, és ezt most úgy értem, hogy maga a téma, ugye, amiről hosszan beszéltünk, hogy téged nagyon-nagyon érdekel, és nagyon helyre akarod tenni, hogy a feminizmus az nem feltétlenül a férfi gyűlölet, meg nem feltétlenül a szélsőségekbe való elmenete, hanem sokkal inkább egy egyensúlyra, egyenjogúságra való törekvés, amely, hogyha megvalósulna, akkor mondjuk a világ sokkal kiegyensúlyozottabban is működhetne. És nyilván ehhez az ilyen kislépések is fontosak szerintem az egyén szintjéről, de ahol most tartasz, ugye a lelked ebben a sztoriban, meg ebben a szolgálatban, amit te ezzel adni akarsz, hogy van? Meg vagy elégedve, vagy még érzed azt, hogy a vágásnál itt majd kell hiányt pótolni, vagy máshogy kijönni? Tehát amit akartál, az van most? Hát ez mindig érdekes, mert szerintem az ember elképzel valamit, lehet, hogy nagyon tapasztalt rendezőknél már nem így van, de az ember elképzel valamit, és amikor leforgatod, akkor hát remélhetőleg ugye jó lesz, de gyakran ilyen tök más lesz valójában, mint amire gondoltál. Szerintem teljesen más. És itt is megtörtént ez, de szerintem tök
pozitív irányban ment. Tehát el tudtad fogadni azokat. Igen, sokkal, sokkal szürreálisabb lett, mint gondoltam. Sokkal rémálomszerűbb, ami őszintén nagyon tetszik, hogy ebbe az irányba ment el. Ami nem is feltétlenül mindig volt azért, mert mi akartuk így alakítani, hanem például volt olyan, hogy egyszerűen nem volt időnk, és meg kellett oldani helyzeteket nagyon gyorsan. És akkor a megoldások maguk teszik sokkal szürreálisabbá, vagy ilyen furábbá ezt egész filmet. De én nagyon elégedett vagyok. A téma maga, mi ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy nem megtanítani akarjuk az embereket valamiről, vagy elmondani nekik, hogy ez így van. Szóval én sem akarom senkire ráerőszakolni a véleményemet. Valójában nagyon igyekszünk, hogy csak bemutassunk egy történetet, és hogy kérdéseket vessünk fel. Szóval valaki majd kimegy a moziból, és elbeszélget erről valakivel, akkor én már elértem a célomat, hogy... Na, ezt akartam kérdezni, hogy mi a vágyat, hogy mi legyen, de hogy akkor gondolatébresztő. Igen. Legyen abszolút, és ez mindenki. Volt a cél. Abszolút. Mikor fog ez szerinted elkészülni? Szerintem novemberig befejezzük, és utána pedig fesztiváloztatni szeretnénk. Ó, hát ez azért mondjuk egy elég szoros, feszes terv. Igen. De vannak, mert kiválasztottuk a fesztiválokat így előre, amire szeretnénk jelentkezni. És ahhoz képest, mikor van a beadási határidő, ahhoz képest be kell fejeznünk. Jó, hát én azt remélem, hogy akkor nem tudom, én néhány év múlva, amikor már kezedbe az ilyen díj, olyan díj, és akkor azt mondom, hogy figyelj csak, Szofia, akkor gyere csak vissza, és beszéljünk arról, hogy mi volt akkor, amikor még erről senki sem tudott, de itt már nekünk elmondtad. Legyen így. Hát igen. Egyébként most nemrég volt egy ilyen interjúm, amiről még másfél éve csak beszéltünk, és most már a mozikban két hét múlva. Tök jó. Úgyhogy neked is ezt kívánom, legalábbis azt, hogy a céljaidnak megfelelően alakuljon, és köszönöm szépen, hogy beavattál minket, és én további nagyon sok sikert, és gratulálok egyébként ehhez a kitartáshoz. Köszönöm. Sztepanov Szofia írórendező volt a vendégem ma este itt a 103.9 Sláger FM-en. Én Fehér Marian vagyok, megköszönöm a figyelmüket, és azt mondom, maradjanak jön kollégám Habóczki Máté, és a legnagyobb slágereket hozzá egészen hajnali 5-ig. Én is jövök legközelebb a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.